Tisztelt képviselőtársaim, Székely Sándor képviselő úr, független képviselő, interpellációt nyújtott be az igazságügyi miniszterhez. Miért szüntették meg a munkaügyi bíróságokat címmel? Tisztelt képviselő, Völner Pál államtitkár úr fog önnek válaszolni. Székely Sándor képviselő úr, a szó, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, tisztelt ház! Ma Magyarországon munkások százezrei végzik munkájukat olyan körülmények között, amik egyértelműen veszélyesek és szabályellenesek is. Mégis alig születnek feljelentések, nem hallani munkahelyi balesetekről, illetve arról, hogy ezek miatt bárki is kártérítést kapott volna. Nyilván, hiszen nincsenek is ilyenek, vagy hát alig, mondhatják kormánypárti képviselőtársaim, pedig hát az a helyzet, hogy nagyon is vannak, nem is kevés, és sajnos nagyon sok súlyos is. Mi az oka akkor annak, hogy munkások nem perelnek, nem mennek el a bíróságra, nem harcolnak a jogaikért? Hát ennek több oka is van. Először is 2012-ben önök a szigetes munkatörvénykönyvükkel odadobták a magyar munkásokat a munkaadóiknak. Meggyengítették a szakszervezeti érdekérvényesítést, kiherélték a szakszervezeteket. Aztán bravúros kommunikációval évek óta hitetik el mindenkivel, hogy itt a Kánaán és a 650 eurós átlagbér nem Magyarország szégyene, hanem egy óriási vívmány. Persze így is van, hiszen az önök által tömegesen idecsábított ukrán, szerb és esetleg mongol vendégmunkások ennek a töredékért is elvállalják a munkát. Így kényszerhelyzetbe hozzák a magyar dolgozókat, vagy dolgoznak ébérért, vagy elmennek Nyugat-Európába, vagy dolgoznak lehetetlen körülmények között a minimális munkaügyi szabályokat sem betartva, vagy megcsinálják helyettük ezt a vendégmunkások. Vagy befogják a szájukat, ha eltörik a lábuk, mert már nem jutott védőfelszerelés, vagy kirúgják őket. Aztán, ha valaki mégis megpróbál munkaügyi bírósághoz fordulni, önök tettek róla, hogy a bürokrácia miatt erről gyorsan elmenjen a kedve. Az új polgári perrendtartás alapján az igényérvényesítés jelentősen megnehezült, a keresetlevél nyomtatványt földi halandó nem tudja kitölteni, a nyerhető kis perértéket tekintetvel nem érdemes ügyvédet fogadni, van, aki még se tudja kifizetni. A pártfogó ügyvéd igénylésének folyamata is bonyolult, a kereseti határ is irreálisan alacsony. A helyzet odáig fajult, hogy az önök törvénykezésének következtében már az is megnehezül, hogy valaki munkaügyi bírósághoz forduljon. Mert önmaguk ezt is megszüntették. Betagolják az általános bíróságok közé. Így lehetetlenítik el a magyar munkások, ápolók, buszvezetők, rendőrök, tűzoltók, autópályakarbantartók, villanyszerelők azon jogát, hogyha őket a munkájuk végzése közben munkahelyükön baleset éri, vagy munkáltatóval vitába keverednének, olyan bíróság elé kerüljenek, mely érti is azt a problémát, amit a dolgozók beszélnek. Hiszen megszűnik a közigazgatási és munkaügyi bíróság, mint a külön bíróság, és az új szabályozásban a törvényszék elnöke osztja be a hozzá tartozó bíróságon dolgozó bírákat az egyes kollégiumokba. Lehet, hogy a munkaügyi kollégiumban olyanok lesznek beosztva, akik korábban egész más tárgyaltak, a munkaügyi bírák pedig mehetnek gazdasági pereket tárgyalni, vagy felszámolási ügyeket elbírálni. A magyar kormányzat szeret hivatkozni a német igazságügyi modellre, de szeretném felhívni a figyelmet, hogy ott van önálló munkaügyi és szociális bíróság. A fentiek miatt kérdezem Varga Judit igazságügyi minisztert, illetve az ő által megkívizott szemét, hogy milyen észszerű magyarázatot tud adni arra, hogy a munkaügyi bíróságokat kivégezték. Mikor fogják egyszerűsíteni a munkaügyi perek adminisztrációját, mi a biztosíték arra, hogy a törvényszék elnöke olyan bírókat jelöl ki a munkaügyi perek eljárása, akiknek ez a szakterületük. Köszönöm szépen, elnézést. Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt kormánypárti képviselő urak, foglaljanak helyet, ott a helyük. Völner Pál államtitkár úrnak adok szót, parancsoljon, államtitkár úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Az elmúlt két évben azt hiszem nagyon sokat vitatkoztunk arról, amikor önök külön bíróságokról beszéltek, és vadul ellenezték azt, hogy a évszázados hagyománnyal rendelkező közigazgatási bíróságokat felállítsuk. Most elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol a közigazgatási és munkaügyi bíróságok beolvadnak a rendes bírósági szervezetbe. Nem értem a kérdést. Mi a probléma, amikor ezt követelték két éven keresztül? A másik, ami a problémákról beszélt képviselő úr, azok a munkavédelmi hatóság jogkörébe tartoznak zömével, amely a helyén áll, valamennyi vállalkozó tiszteli, és akik tisztességtelenek, azok rettegik is őket, mert nagyon kemény szankciókkal lépnek fel minden olyan munkavédelmi kihágás esetén, ami a munkavállalóknak a biztonságát veszélyezteti. De visszatérve a bírósági kérdésekre, jelenleg is a bírósági szervezeti rendszeren belül, tudjuk, vannak például büntetőügyek, polgári ügyek, és az a fajta zavar, amit itt képviselő úr vizionál, mégsem létezik.
Vannak olyan bírók, akik büntető ügyekkel foglalkoznak, vannak, akik polgári ügyekkel foglalkoznak, és most a rendes bírósági kereteken belül lesznek majd olyan bírók, akik közigazgatási ügyekkel foglalkoznak, és lesznek olyan bírák továbbra is, akik munkaügyi perekkel foglalkoznak. Szeretném felhívni arra is a figyelmet azzal, hogy törvényszéki szintre emeljük a munkaügyi bírókat, tulajdonképpen a presztízse emelkedni fog ennek a fajta bíráskodásnak. Emelkedni fog a presztízse a bíróknak is. Ez azt jelenti, hogy a kormányzat kiemelten figyel munkaügyi bírókra. Azt is szeretném elmondani, hogy ezek a bírák magas színvonalon végzik a tevékenységüket. Magam is gyakorló ügyvédként sokáig követhettem ezt a tevékenységet teljesen közelről. Mindig elismert volt az a tevékenység, amit folytattak, és gyakorlatilag, ha valaki ma azt állítja, hogy a munkaügyi bíróságok a munkáltatók oldalán állnak, akkor az nem csak tévedésben van, hanem megkockáztatom, hogy talán még valótlanságot is akar állítani. Tehát sokkal súlyosabb a helyzet annál, mint hogy a tisztességet feltételezhetnénk az ilyenfajta véleményekről. Bár a bíróságok nem szorulnak védelemre, azt hiszem, hogy az a munka, amit végeznek, az mindenféle elismerést megérdemel. A másik kérdés, a munkaügyi bíróságok, amelyek önök szerint megszűnnek, gyakorlatilag ugyanazokban a tárgyalótermekben ugyanazok a bírók fogják ezt a tevékenységet folytatni. Az a fajta jogorvoslati rendszer pedig, ami az ítélőtáblákra emeli a másodfoknak a ítélkezését, még inkább egységes joggyakorlat kialakulását teszi majd lehetővé. Gondoljunk azokra a változásokra is, amelyek a kúriai rendszert is érintően gyakorlatilag egy teljesen olyan bírásodási rendszert hoznak létre, amely lehetővé teszi azt, hogy mindenki kiszámítható módon tudjon a bírósághoz fordulni, és amennyiben a jogszabályok ezt lehetővé teszik, kiszámítható ítéletekhez fognak jutni. Ami a munkavállalói érdekeket illeti, és itt szó volt arról, hogy korábban itt a szakszervezetek jogai csorbultak volna, a szakszervezeteket továbbra is ugyanúgy megilleti, hogy a munkaügyi perekben biztosítsanak jogi képviseletet a munkavállalóknak. Gyakorlatilag semmiféle jogcsorbításról, szűkítésről nem beszélhetünk. Azt kijelenthetjük nyugodtan, hogyha ezek a kételyek fennmaradnak, akkor jövőben szerintem tovább folytathatjuk ezt a vitát, de attól tartok, hogy semmi alapja nem lesz. Köszönöm a figyelmet, kérem a válaszom elfogadását. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelettel kérdezem Székely Sándor képviselő urat, hogy elfogadja-e az államtitkári választ. Köszönöm szépen, sajnos nem áll módon van elfogadni az ön válaszát. Több olyan cégről is tudok, tehát például a BKV-t is, hogy itt maradjunk, hogy akár nem is működhetne, hogyha betartanák a szabályokat, amiket a dolgozók, amik előír vannak írva. Azért működik egyáltalán, mert hát működtetik, működtetni akarják. De hogyha minden szabályt betartanának, akkor valószínűleg Budapest megállna. És hát már ez is önmagában munkajogi pereknek a tömegét veti föl. De hogy mondjak egy másik példát is, ami egy személyes példám. 2-3 hónappal ezelőtt édesapám háza előtt 4 méter magasban egy villanyszerelő egyedül szerelt, mindenfajta védőszerelés nélkül villanyt, természetesen végezte a munkát. Megkérdeztem, hogy ez hogy lehet, hogy egyáltalán, hogy fölmehet oda egyedül úgy, hogy valaki nem fogja, és rajta nincsen védőfelszerelés. Válaszképpen csak kiröhögött engem, és azt mondta, hogy azért, mert ez Magyarország. Köszönöm szépen, nem fogadom el a válaszát. Köszönöm szépen, képviselő úr, tisztelt országgyűlés képviselő úr, nem fogadta el az államtitkári választ, ezért kérdezem önöket, elfogadják-e azt. Kérem, szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés az államtitkári választ. 107 igen, 37 nem és 2 tartózkodó szavazattal elfogadta. Tisztelt